A Budapesti Honvéd Sportegyesület összes szakosztályánál kiemelkedő figyelmet szentelnek az utánpótlás nevelésnek, a jövő bajnokai felfedezésének és képzésének. Nincs ez másképp a torna szakosztálynál sem, ahol Kis Zétény személyében egy olyan ifjú titán bontogatja szárnyait, aki 6-szeren lett az idén mesterfokú bajnok. Vele beszélgettünk a kezdetekről. Hát 3 évesen kezdtem a szertornát. Most 11 éves vagyok, már 8 évet csinálom. És azért kezdtem el tornázni, mert a nővérem úszott, és mi mellettünk volt egy tornacsarnok, és érdekelt, hogy mit csinálnak ott, és anyukám befizetett, és így megtetszett a szertorna. Nekem azt tetszik benne, hogy itt többféle szer van, és többféle dolgot lehet csinálni. Nagyon jó dolgokat lehet itt csinálni, és nagyon jó. Vannak itt barátaim, igazából mindenki nagyon aranyos, hát néha mókázunk is, nem csak mindig nagyon kemények vagyunk, de néha azért viccelődünk is, meg ilyenek. Zétény fiatalkora ellenére, vagy pont emiatt igen sok oldalú tornász, így természetesen rákérdeztünk, mely szerek állnak hozzá a legközelebb. Hát több kedvenc szerem is van, a korlát is, a nyújtó is, ló is. A ló az azért, mert nagyon jó dolgokat lehet csinálni. Magyar vándor, meg sivadó vándort is. Korláton a leugrások, a moly, nyújton ott is a leugrások, meg nagyon jó. Zétény edzője Mihók Ádám sokoldalúan készíti fel ifjú bajnokunkat, ahol az összes szernek kiemelt jelentősége van. Én úgy látom és azt tapasztalom, hogy minden kisgyereket mind a 6 szeren próbálunk képezni. És az, hogy miben lesz erős és hogy miben mutatkozik meg majd az ő képességének a csúcsa, az majd a későbbiekben jelenik meg. Tehát most a Zétény 6 szeren lett mesterfokú bajnok, és az azt jelenti, hogy mind a 6 szernek az egészében nyújtott egy olyan kiemelkedő teljesítményt, ami kiemelte a többiek közül. Tehát nem azt mondanám, hogy egy szeren annyival jobb volt, amivel ilyen eredményt ért el, hanem a 6-szeres tornája jelen pillanatban ott tart, hogy a korosztályából kiemelkedik. Természetesen fontos, hogy ilyen fiatal korban is legyenek céljaink és példaképeink. Ez Zéténynél sincs másképp. Nagyobb versenyekre, meg külföldi versenyekre is szeretnék tovább jutni, vagy kimenni. Olimpiára is. És Dávid meg azért a példaképe, mert nyújtón ő nagyon jó, és a nyújtó az a kedvenc szerem közé tartozik. Csak a Honvéd.